Jaj. Nem tudom, hogy kezdjem ezt el, de most ez monológgal indul ez a React, úgyhogy mindenki vegye be az altatóját. Srácok, ebbe így nyilván nem szokott senki belegondolni, gondolom így magától, de hogy egyébként a Nessai React csatorna az így eléggé komoly előkészületekkel működik. Tehát, hogy elég sok meló megy bele abba, hogy milyen videókat nézzünk meg, és hogy mikor, meg hogy miért. Tehát, hogy egy elég komoly koncepció van a fejembe. Nagyon régóta működik a reakció videózásnak a műfaja az interneten, de hogy ezzel az új, hát már nem új, mert lassan egy éve csináljuk csatornával, én valami mást akartam csinálni. A legtöbb reakció videó, amiket én is régen csináltam, amik népszerűek a magyar meg a külföldi interneten is, azok leginkább arra épülnek, hogy találjunk egy minél trendibb, aktuálisabb, viccesebb, felkapott videót, reagáljunk rá, és higgyük el, hogy sok megtekintés lesz rajta, mert éppen aktuális. De hogy alapvetően én nem ezen az elven működtetem ezt az egészet, és egyébként, ahogy írtátok a cseten is, a Büki Dani, aki ugye a Leadnek a csatornáját csinálta, eddig csak átnevezte, és már függetlenül csinálja, egyébként csinált erről egy nagyon-nagyon jó videót, amit nem most fogunk megnézni, ez egy teljesen független mellékvágány, szóval akit érdekel, nézze meg. Nyilván én már láttam, mert elküldte nekem a Dani, mert említett benne, hogy nekem oké-e, úgyhogy én ezt már láttam. De a lényeg, ahova ki akarok lyukadni, az az, hogy a Nessai React azért egy koncepció alapján épült fel, nem arról szól itt a reakció, hogy próbálja megtalálni azt a kontentet, amivel minél több megtekintést tudok magamnak szerezni, miközben előadom, hogy megjelölöm a forrást. És hogy miért mondtam ezt el? Merülhet fel bennetek egyébként a kérdés, hogy mi az anyámért beszélünk erről. Azért beszélünk erről, mert hogy kaptam egy publikus üzenetet egyébként a TikTokon, Szilágyi Marcell töltött fel egy TikTok videót, akire emlékezhettek, hiszen megnéztük neki annak idején a Hova megyünk álmunkban videóját, nem tudom, hogy ki emlékszik rá, egy egészen fantasztikus, zseniális téma volt kifejtve, olyan produkciós minőséggel, hogy így mindannyian ámultunk, hogy lehet egy akkor még csak 3000 feliratkozóval csak, ezt így mindig idézőjelbe teszem, rendelkező csatornának ennyire quality videója, és valami zseniális volt az egész. Tehát szartunk be, húgyoztunk, annyira jó volt. És a Marcell, vagy Marci, nem tudom, hogy szereti, töltött fel TikTokra egy videót, hogy megcsinálta a második részét ennek az álmos videónak, a hogyan irányítsd az álmodat, de hogy kevés rajta a megtekintés, és hogy ő szeretné, ha én reagálnék rá, hogyha tudnék egy kicsit segíteni, hogy egy kicsit több megtekintés legyen rajta. Úgyhogy ezt a videót fogjuk megnézni, srácok. Hogyan irányítsd az álmot Szilágyi Marcelltől? Küldöm a linket, és ott lesz YouTube-on is, kiemelt hozzászólásban. De hogy miért mondtam ezt, miközben megfulladok lassan a levegőért, annyit beszéltem megint egyhuzamba, ezt az egész felvezetést, a Nessai React-től szerintem, és ez kicsit Marcell, neked is üzenem, attól, hogy elküldöm a linket, nem lesz 10-20-50 ezerrel több megtekintés a videódon, hiszen tudjuk, milyenek az emberek, nem feltétlenül kattintanak át, hiába kérem, bár kérlek benneteket, hogy segítsetek a Marcellnak, de hogy nem arról szól a Nessai React igazából, hogy én megnézek egy videót, és akkor arra a videóra így rákattint mind az én 100 000 nézőm. De ugye a focipályán mondjuk, hogy egy hülye példát mondjak, a Heinekenes reklámtábla miatt sem rendelsz meg azonnal egy Heinekent, hanem hogy az egy tudat alatti téradás, nyilván az egy fizetett reklám, tehát nekem a célom az, hogy azokkal a csatornákkal, amiket megmutatok nektek, azzal próbáljam őket, kihasználva az én elérésemet, kicsit felhelyezni a térképre, hogy kicsit ezt a magyar YouTube közösséget kiszélesítsük. De valójában ahhoz, hogy eredménye legyen anna a Reactnek, hogy én megpróbáltam valamit, valakit vagy valamit bemutatni,
az csak a tartalomgyártón múlik. Az, hogy utána tud-e kontentet gyártani, az, hogy utána, ha találkoznak a nevével, social médián, YouTube-on, akkor már úgy van a fejedben, hogy ja, ezt a gyereket ott láttam, igen, akkor megnézem a videóját. Önmagában nyilván attól, hogy én reagálok valamire, az nem egy ilyen ajándék 50 ezer megtekintés, hanem nyilván azért tenni is kell, és ezt csak azért mondom, hogy Marcel nagyon-nagyon jó, amit csinál szerintem, de neki kell majd megfejteni, hogy hogyan lesz ő ezzel a nagyon-nagyon minőségi videókkal, amiket borzasztó sok idő, több mint fél év elkészíteni, népszerűbb vagy nézettebb, de hogy ez nem miattam fog történni, és azért is mondtam el, hogy én tudatosan figyelek arra, hogy mikor nézzünk meg egy bizonyos csatornáról videót, mert például Marcelnél most ez a második videója. Na most, ha megnéztük az elsőt, a Hogyan álmodsz című videót, és most megnézzük a másodikat is, akkor már nagyon vékony a határ amellett, hogy én gyakorlatilag csak lícselem, nem tudom erre mi a magyar szó, élősködöm az ő tartalmán. Általában ugye én úgy szoktam csinálni, hogy egy sorozatnak mondjuk az első részét bemutatom, vagy egy csatornának egy népszerűbb videóját bemutatom, de az, hogyha az általunk kedvelt csatornákról az összes videóra reagálok, akkor valójában csak nálam fogják megnézni ahelyett, hogy az adott vizsgált csatornát néznék. Nem tudom, érthető bármi abból, amit próbálok magyarázni? Nagyon vékony a határ a reakció videózásnál szerintem abban, hogy ne élősködj valaki másnak a munkáján, és a között, hogy valakinek adsz egy teret, és megpróbálsz egy gondolatot elültetni az emberekben, valamint egy felépített témát megpróbálsz továbbvinni. És a mai napig nagyon-nagyon sokan gyűlölik azt a fajta reakciózást, amit én csinálok, mert valójában az én reakcióm által megnézni egy videót, az kicsit tönkreteszi a videót. Lássuk be, ezt mindannyian tudjátok, mert én megállítom. 10 másodpercenként megállítom, mert valójában én nem csak azt akarom, hogy ti megnézzétek ezt a videót, én valójában azt akarom, hogy az általam kiválasztott videó által feldomott témáról az én gondolataimat hallgassátok meg. Hiszen ha az eredeti videót akarjátok megnézni, akkor az eredeti videót nézzétek meg, ne a react-et, mert a react már egy tovább gondolása az eredeti videónak. Nagyon fontos, és utána belevágok. Köszönöm mindenkinek, aki megnézte egyébként ezt a dolgot. Türelem, tornaterem. Szóval, hogy elfelejtettem. Azt meg, majdnem elmondtam mindent. Majdnem. Majdnem sikerült egy gondolatot végigfűzni, de beütött az ADHD a életbe. Szóval, a lényeg. Igen, azzal akartam lezárni. Én nem állítom, hogy amit én csinálok, ez nagyon fontos, az jobb. Mindenki, aki olyan reakció videókat szeret nézni, ahol csak ritkán van megállítva, csak nevetnek kicsit, vicces, tök oké. Tehát én nem azt akartam itt 15 percbe elmonologizálni, hogy amit én csinálok, az jobb, mert én jól reakciózok, a többi meg egy szar. Bár szerintem így van. Nem. Én csak azt mondom, hogy én ezt másképp csinálom. És aki nézi a react-et, ezt tudja. Egy csomó ember gyűlöli a react-et, mert én így csinálom, de én így szeretem. Én így gondolom, hogy hozzáadott értéket lehet tenni faszatartalmakhoz, és én így gondolom, hogy lehet segíteni más, talán kevésbé ismert csatornáknak. Nem mintha olyan kurva ismert lennék, most ebben nem menjünk bele, mert mindenben meg lehet találni a hülyeséget. Amikor azt mondom, hogy Szilágyi Marcelnél a régi videóján csak 3000 feliratkozó volt, és azt mondtam, hogy csak, és nekem támadtak, hogy miért a 3000 nem kevés, miért vagy ilyen degradáló, akkor valójában, aki érti, mit mondok, azt mondom, hogy sokkal jobb a videó, mint hogy csak 3000. Ilyenkor azt mondom, hogy többet érdemelne, nem az, hogy kevés a 3000. Aki kötekedni akar, fog tudni, és tegye is meg. Én csak össze akartam foglalni, hogy ez legyen egyértelmű, és reagálni akartam Marcinak a kérésére azzal kapcsolatban, hogy most megnézzük a videóját, amit mindjárt megteszünk, hogy nem attól lesz egy videó nézett,
hogy én reagálok rá, az a csatorna szempontjából csak hasznos lehet, hogy az ő neve, az ő munkássága eljusson több emberhez. De hogy ezt az ajánlást, ezt a tartalomgyártónak kell beváltani, nem én adom ajándékba. Pont. Köszönöm. Vége a videónak. Nem, nem. Hogyan irányítsd az álmod? Megnézzük Marcelnek a videóját. Én meg addig iszok, és nem pofázok bele az elejébe. Kössünk üzletet! Az előző részben sikeresen leszálltunk az álmok földjére. De itt nem ér véget expedíciónk. Itt az ideje, hogy kilépjünk a titokzatos bolygó felszínére, és bejárjuk az ismeretlen terepet. Imádom, bazzeg! Már külön lore van! Érted? A srác már épített egy külön lore-t! Amúgy 19 másodpercig kibírtam, legyetek rám büszkék, köszönjetek Marcinak! Ehhez viszont arra lesz szükség, hogy irányítást nyerünk az álom felett. Felkészültél? Érzem magam, mintha valami Netflix sorozatot néznék. Nem mondjátok, hogy nem vajó már most. Pedig még nem történt semmi, csak elmondta, hogy meg fogjuk tudni, hogy hogyan működik a tudatos álmodás. Ősi idők óta fennáll a legenda, hogy lehetséges úgy aludni, hogy közben elméd mégis ébren van. Ezt soha nem értettem. Én úgy nézem most ezt a videót, én soha nem értettem, hogy hogyan lehet irányítani az álmodat, és ha tudod irányítani az álmodat, miért nem csinálsz semmi mást, mint a szex? De ez csak az én korlátoltságom. A tibeti buddhisták több ezer éve gyakorolják az álomjogát, mely során álmukban edzik tudatukat, hogy elérjék a megvilágosodás állapotát. De hogyan lehetünk biztosak abban, hogy létezik a tudatos álmodás? Hogyan tudnánk bizonyítani, hogy lehetséges befolyásolni az álmot, miközben azt megtapasztaljuk? Hogy valaki leírta a Redditen, hogy ő tud tudatosan álmodni, és elhittük neki. Mi lenne, ha az álom közben telefonhívást indíthatnánk az ébrenlét világába? Pontosan ezt kísérelte meg két fiatal kutató, Keith és Worsley 1975-ben. Már közeleg a reggel. Igen, de ez annyira elvont, én nagyon kíváncsi lesz. Szóval az a furcsa az egész álmodásban, meg az álomvilágban, hogy az egész ugye egy agyműködés folyamat, tehát hogy azt nem lehet megmutatni. Amúgy mindig az a baj, amikor az álmokról beszélgetünk, hogy nem lehet őket konkretizálni, hiszen csak a fejünkben léteznek, nem lehet őket kivetíteni, te sem tudod pontosan felidézni. Én kíváncsi vagyok, hogy egyszer létre lehet-e majd hozni egy technológiát, amivel képpé tudod alkotni az álmokat, és valakinek az álmában mondjuk bele tudsz nézni egy kijelzőn, vagy én nem tudom, hogy ez lehetséges-e, mert rohadt hülye vagyok a témához, de hogy ez így izgalmasan hangzik. De hogy addig a pontig pont az a furcsa és az ismeretlen az álmokban, hogy maga az álmodó sem tudja pontosan értelmezni, vagy kivetíteni, vagy visszaidézni, hát mondjuk kivéve, ha tudatosan álmodik, mert akkor gondolom, hogy igen. Keith próbál nagy nehezen ébren maradni, miközben Worsley az igazak álmát alussza. A terv a következő. Mikor Worsley rájön, hogy álmodik, jelt küld a külvilágba Keithnek. Mégis hogyan tudna üzenni az álomból? Ja, hogy egymást vizsgálta a két csávó, hogy az egyik lefeküdt aludni. Ha teste elernyett állapotban van. Ahogy az előző részben említettem, a szemek az álom során továbbra is képesek mozogni. Az álomban végzett szemmozgás, tehát a szemek valós mozgását eredményezi. A kutatók előre megállapodtak egy mintázatban, amit Worsleynek végre kellett hajtania a szemével. Nem á! De hó! Mármint, hogy értem, hogy ilyen létezik, hogy álmodsz, és tudsz róla, hogy álmodsz, és irányítod. De hogy a két csávó leült egymással, és csinált egy morzenyelvet, hogy figyelj, most el fogok aludni, és amikor elaludtam, akkor én tudni fogok róla, és a szememmel jelezni fogom neked, hogy alszom.
Hogy ez annyira, nem tudom, elrugaszkodott a valóságtól nekem. Készék nagy meglepetésére sikerült végrehajtani a küldetést. A szemmozgással pedig bizonyították, hogy a tudatos álmok nem csak a képzelet szüleményei. Ahhoz, hogy neked is sikerüljön a tudatos álmodás, Csak felugrott a Windows-om. Minél szorosabb kapcsolatot kell kialakíts az álmok világával. Az álmok... De én amúgy kicsit félek ettől. Ti nem? Csak én vagyok ilyen béta. Nem tudom. Ez olyan para? Nem tudom, eleve az álmodásban van valami félelmetes. Vagy nem tudom, ezt ne értsétek rosszul. Olyan para. Már eleve így az alvás paralízis, arról talán még nem beszélgetünk, meg nem néztünk rá. De hogy olyan para egy kicsit. És az ébrenlét két párhuzamos világ. Még ha nem is emlékszel álmaidra, amikor felkelsz, akkor is áthozod az álomvilágból benyomásaidat és érzelmeidet az ébrenlét világában. Ezek a benyomások könnyen lehet, hogy hatással lesznek ébrenhozott döntéseidre és hangulatodra. Ugyanígy, amikor az álomvilágba utazol, lehet, hogy nem emlékszel vissza az ébrenlétre. Kihatnak az álmaim az ébrenléti állapotomra? Szóval, ha álmomban fölbasz valaki a cseten, akkor morcos leszek az ébrenléti streamen? Szóval már ott sem hagytok békén! Üdös parasztam. Mégis befolyásolja az álomtartalmát, hogy mi történt, mielőtt lefeküdtél aludni. Az első lépés a tudatos álom felé, hogy kiszélesítsd a hidat, mely e két világot köti össze. Ébredéskor próbálj meg minél több élményt felszínre hozni az álomvilágból. Maradj mozdulatlanul az ágyban, és koncentrálj arra, milyen érzelmek vannak épp benned. Lehet nehezedre esik visszaemlékezni, de ne feledd. Bocsánat, csak most tök jó, ugye, tehát konkretizálja, hogy hogyan ébredésnél, hogyan reagálj, és így látom magamat, ahogy én felébredek, hogy így... Hagyjam, hagyjatok már békén, a kurva életben már megír engem, hagyjatok már békén, és nem, hogy arra koncentráljak, hogy mit álmodtam, de fejlődnünk kell, tehát mindig fejleszteni kell magát az embernek. Van, hogy elég egy kulcsmozzanatot előhívja az álomból. Az álomról lévő emlékek ott élnek benned. Elég lehet egyetlen részlet is, hogy hozzáférj az emlékhez. Írd le mindent, ami eszedbe jut. Idővel egyre több mindenre fogsz emlékezni, és álomnaplód sokszínes élménybeszámolóval fog gyarapodni. Amúgy én már gondoltam erre, hogy ilyen álomnaplót így kellene csinálni. Milyen jó content lenne belőle, egy hónapig leírnék mindent, amire emlékszem ébredéskor, hogy mit álmodtam, és utána felolvasnám nektek. És utána megint kiderülne, hogy pszichopata vagyok. Az álomnaplód visszaolvasása során találsz majd visszatérő helyszíneket, szereplőket és eseményeket. Ezek a visszatérő elemek segítenek térképet alkotni álomvilágodról. Így már nem leszel olyan elveszett utazásod során. Ha már képes vagy ébren visszagondolni az álmaidra, arra is képes leszel, hogy álmodban visszaemlékezz az ébrenlétre. Ha pedig van viszonyítási alapod, rá fogsz jönni, hogy valami nem stimmel. Ha elbizonytalanodnál, hogy ébren vagy, vagy álmodsz, eljött az ideje, hogy valóságvizsgálatot végezz. Igen, amúgy ez baromi érdekes dolog. Biztos, hogy nektek is volt már ilyen élményetek. Az a baj, hogy figyelek a videóra, és így próbálok gondolkozni az álmaimon, de hogy ez így nem működik, mert ennyi fele már nem tudok figyelni, hogy... Hogy nekem is egy csomó ilyen visszatérő dolog van. Na mindegy. Még meg akarom hallgatni, mert ez... Szóval az a baj, hogy amikor fölébredek, és mondjuk álmodtam valami rosszat, akkor sosem értem, hogy annyira egyértelmű volt, vagy akár jót. Annyira egyértelmű volt, hogy amit álmodtam, az álom, mert nem logikus, mert egy fasság, de amikor benne vagy, akkor nem jut eszedbe, hogy ez egy álom. De hogyha hirtelen fölriadsz belőle, és így magadhoz térsz, és még emlékszel, hogy mit álmodtál, akkor nem is érted, hogy persze, hogy álmodtam, hát mekkora fasság ez, hát miért hittem, hogy nem álmodok?
Szóval annyira furcsa dolog tényleg az emberi agy, hogy működik. Álmodsz. Eljött az ideje, hogy valóságvizsgálatot végez. Az álmok bolygóját más természeti törvények uralják. Másképp működik a gravitáció, az idő és a tér. Ennek megfigyelése lesz az eszköz, mely segít tudatosságra ébredned. A valóságvizsgálat lényege, hogy egyértelműen megállapítsd, ébren vagy, vagy álmodsz. Én bevezethetlek az eszköztárba, de neked kell majd kiválasztanod a módszert, ami legjobban működik számodra. Nem tudom, kurva izgalmas ez a videó, nem? A kézvizsgálata egy olyan... De félek, hogy mi lesz, hogyha én ezzel a tudással rendelkezek. Nem adhatsz hatalmat a kezébe bárkinek. Nem lehet, Marci. Hát lehet, hogy valaki rosszra használja. A módszer, ami sokaknak... Átveszem az irányítást mások álmai fölött is. Segít a tudatos álmodásban. Számold meg az ujjaid. Az álomban előfordul, hogy az ujjak furcsán néznek ki, vagy nem stimmel a számuk. Jó, első technika ujjak. Oké. Okay. Próbáld meg átnyomni a mutató ujjad a tenyereden. Van, hogy az álomban gond nélkül áthatol az ujjad. Keress egy órát vagy feliratot. Itt picit másképp működnek a dolgok. Lehet, hogy az óra egészen másképp néz ki, vagy nem jár. A feliratok van, hogy olvashatatlanok. De ez nem ilyen egyszerű, hát nem tudom, mit csinálok, csak úgy csinálom. Értelmetlen szöveg áll rajtuk, vagy változik, mi van rájuk írva. Sokaknak nem... De most aki ezt így vágja, a tudatos álmodást, azaz álma minden pillanatára emlékszik, amikor föl kell. És minden nap úgy kell föl, hogy így végigélte az álmait. Ezt tudom, hogy baromi hülye kérdés, és tudom, hogy nagyon buta vagyok. Vagy a tudatos álmodás csak egy technika, amit néha így használsz, ha így benne vagy az álmodba. Nem működik a... De hogy amúgy nem mindig. Lámpokat. Hát milyen fárasztó lehet? Már álmomba se hagynak pihenni? Hát még az álmokkal is én foglalkozzak? Én ott mahináljak, meg irányítsam? Hát azért fekszem le, hogy aludjak. Nem azért, hogy ott irányítgassak. Viccelek nyilván. Csuló álmokban. Ezt is érdemes lehet kipróbálni. Várja, bocs, lemaradtam, villanykapcsoló? Tudik, mi van rájuk írva. Sokaknak nem működik a lámpakapcsoló álmukban. Ezt is érdemes lehet kipróbálni. Ha felugrat... Lámpakapcsoló, elég random. ...és a levegőben maradsz, vagy irreálisan lassan érkezel le, akkor álmodsz. Vagy a holdon vagy. Figyeld meg a légzésed. Ha befogod az orrod, és mégis tudsz rajta levegőt venni, az azt jelenti, hogy az álomorodat fogtad be. Vagy megfulladok. Próbáld meg megállapítani a napszakot. Gondolj vissza. Hogyan jutottam ide? Jó, de a hogyan jutottam ide azért nem működik, mert akkor lehet, hogy csak szombat hajnal van. Nem. Az a baj, hogy a Krúbival a közös fotóm is az Instagramon egy valóság volt, de hogy jutottam oda, arra már nem emlékszem. Na nyugi, nem. Vigyázni kell. Ezeket a gyakorlatokat először ébren kell bevezetned életedbe. Így fognak majd álmodban is előkerülni. De hogy szokjak rá... Ja, hogy kezdjem el gyakorolni a valóságban is, hogy átnyúlok a tenyeremen, meg befogom az orrom? Amúgy nyilván logikus, tehát hogyha ezeket a csekkeket, nem magyar szó, bevezeted a hétköznapi életedbe, akkor tudatosan eszedbe jut álmodban is, hogy megcsináld. Most már minden tudás rendelkezésedre áll, hogy tudatosan álmodj. Közeleg az este, hamarosan elkezdődik a küldetés. Hányan fognak vajon lefeküdni ma este úgy, hogy na most? Ahogy lefekszel ágyadba, arra kérlek, fordítsd a figyelmed a küldetés céljára. Mondogasd magadban. Nézd meg, hát egy RPG-ben érzem magam, a Marci konkrétan questet ad nekünk. Jövök, hogy álmodom. Ez segít majd szándékod megerősítésében. Hamarosan elveszíted tudatosságod, és egyre jobban belesüllyedsz az alvásba.
Ahogy az előző részben említettem, a hajnali órákban kezdődnek a leghosszabb REM fázisok. Ha felkelted magad hajnali 3-4 körül, és mielőtt visszafekszel, újra megerősített szándékod, az tovább növeli esélyeid a tudatos álmodásra. Kezdetét vette rá. De ebben nem lehet belebolondulni? Ennél a videónál csak hülye kérdéseim lesznek, elnézést kérek mindenkitől. Márhogy így nem lehet ráfüggni erre? Azért mondom én, hogy tök para ez a tudatos álmodás. Mármint, hogy... Szóval, hogy... De? Azért mondom, hogy... ...fázisod, és életre kelt az elméd. Még gyanútlanul sodródsz az álom történéseivel, de hamarosan eljön az ideje, hogy akcióba lépj. Már most is itt lappangnak körülötted a jelek, melyek elindíthatják tudatosságra ébredésed. Ha elkezdesz gyanakodni, a helyszín és időpont is sokszor azt sejteti, hogy épp alszol. Ha álmod éjszaka játszódik, vagy az ágyad megjelenik az álomban, akkor már nagyon közel jársz. Van, hogy egyenesen azt álmodod, hogy felkelsz az álomból. A téveség... Most ezen agyalok. Hogy álmodtam-e már azt, hogy fölkelek, de amúgy biztos igen. Mert ez nagyon déjà vu-m van, vagy nem tudom. Szóval ez biztos mindenki sokszor... Mert tudjátok, ez filmekben is sokszor van, hogy felébred, de valójában még nem ébred fel, hanem mindig álmodik. És biztos én is egy csomószor álmodtam ezt. De hogy így tökre elengedem azt, hogy miket álmodok. Tehát, hogy halvány fogalmam sincs, hogy miket álmodok. Ébredik. És mitől van az vajon, amikor az ember... Tehát kétféle dolog van. Van, aki úgy kell föl, hogy semmit nem álmodtam, és nem emlékszik semmire, meg van az, amikor valami intenzívet álmodsz, és így benned marad, csak elfelejted. Hát, hogy ez mi... Na, minden. ...ébredések jellemzően a reggelhez közeledve jelennek meg, és kiváló lehetőségek a tudatos álomra. Akkor szoktak bekövetkezni, amikor az álmodó fel akar kelni, ezért újra és újra megálmodja, hogy fel kell, de mindvégig benn marad az álomban. Ez az állapot nagyon hasonlít egy tudatos álomra. De ez a para része, hogy elkezdek tudatosan álmodni, és akkor arra gondolok, hogy jó, elég volt, most föl fogok kelni. De nem tudsz felkelni. Nekem ez a creepy része az alvásnak. Persze, amúgy nem vagyok hülye, nem szoktam ezen gondolkozni, ha épp nem erről nézek egy videót, de hogy mi van, ha nem kelek föl? Mint, hogy nem szoktam ezen parázni, mikor lefekszem este aludni, de hogy amúgy para. Elég, ha elhatározod, hogy nem arra fordítod a törekvéseit, hogy kilépj az álomból, hanem arra, hogy irányítsd azt. Ha fókuszáltál célodra lefekvés előtt... Lekerülök a váróba, azt ott maradok a DiCaprioval. Mondjuk végül is jó buli lehet. Már elég lehet egy benyomás ahhoz, hogy megkérdezd. Lehet, hogy álmodom. Eljött öntudatra ébredésed pillanata. Ahogy és a pupillám is kitágul. Elkezd nőni tudatosságod, ideje elvégezned a valóságvizsgálatot, amit már ébren gyakoroltál. Itt még nagyon könnyű visszafeledkezni az álomba. Ezért fontos a valóságvizsgálat, hogy kizárd minden kételyt arról, hogy tényleg álmodsz. Gratulálok! Bent vagy az álomban, a küldetés első része sikeres volt. Azon izélek, hogy biztos eljött nálam is ez a pont már egy csomószor, csak nyilván nem emlékszünk semmire, de hogy biztos én is egy csomószor rájöttem álmomban, hogy álmodom, de szerintem abban a pillanatban ébredek föl azonnal, nem? Ez, hogy amint rájövök, hogy ez egy álom, akkor azonnal fölébredek. De ebben nem vagyok biztos, csak próbálom felidézni, hogy így van-e. De a felfedezés még csak most kezdődik. De most gyakorlatilag crackeljük a saját agyunkat. Letöltjük ingyen az agyunkat, ez csalás. Ahhoz, hogy fokozd az álom élénkségét, próbáld meg minél jobban bevonni érzékszerveidet az álomba. Figyelj a hangokra, ízekre és arra, hogy mit látsz. Ahogy rákoncentrálsz egy részletre, egyre kidolgozottabbnak, élesebbnek fogod azt látni. Meghökkentő tud lenni, milyen valósághű környezetet tud teremteni ilyenkor agyunk. De hát én pont attól akarok elmenekülni.
Marci, nem tudom eldönteni, hogy ezen a ponton a tudatos álmodásra akarsz rávenni, vagy pedig a drogfogyasztásra. Most, no, nem, a drog rossz. Nyugi, nyugi, csak humor. Mennyi fű. Na, folytassuk álmodásunkat. Ahhoz, hogy megőrizd tudatosságod, fontos, hogy ne csak az álomra, hanem saját magadra is figyelj. Ha elkezdesz forogni a saját tengelyed körül, az is segíthet élénkebbé tenni az álmot. A tudatos álom valahol az ébrenlét és az álom között helyezkedik el. Ha elveszíted az irányítást, sima álomba csúszik vissza állapotod. Ha túl éber vagy izgatott leszel, felébredhetsz. Az ébrenlét felé van egy pont, amikor már tudatába kerülsz testednek. Érzékeled a külvilágot, de tested bénulása még nem szűnt meg. Na, ez az alvás paralízis, ugye? Vagy nem? Ez a pár percig tartó átmeneti állapot az alvási paralízis. Na, ez a legparább dolog a világon, de nekem még ilyen élénk nem volt. Na de hogy ez a legrosszabb, tehát ezért cserébe én nem éri meg, hogy itt tudatosan álmodjak. Ha ellenkezel a bénulással, ez egy frusztráló, negatív élményé válhat. Azonban, ha tisztában vagy vele, mi is történik, és türelemmel kivárod, amíg elmúlik, nem fogod ijesztőnek érezni. Ha az ébrenlét felé mozdul el állapotod, a paralízis elmúlik, és megébredsz. Előfordul, hogy a paralízis közben álomszerű képek jelennek meg. Ha hagyod, hogy ezek az álomfoszlányok magukkal ragadjanak, hamar visszakerülsz az álomba. De nem ez, hát az interneten mindig arról van szó, hogy gyilkos alakok, szellemek, meg démonok jelennek meg az ágy végében, és nem tudsz megmozdulni, nem tudsz, nem, ez nagyon para. Annyira fura így az álmokról beszélgetni, úgy, hogy éber vagyok, délután streamelek az interneten, de ha ezekbe általában az ember így este gondol bele, meg este görgeted a telefonodon a creepypastákat, szörnyű. Ilyenkor különösen jó esélyeid vannak a tudatos álmodásnak. Ez azért van, mert ha félsz ilyenkor, akkor azt képzeled oda. Jó, hát logikus, nyilván. Na, ott jönnek a medvedisznó emberek. A tudatos álom a rémálmok ellen is hatásos eszköz tud lenni. A rémálmok negatív események sorozatát sokszor valamilyen veszélyforrást tartalmaznak. Aki gyakran tapasztal rémálmokat, annak jellemző, hogy hasonló forgatókönyvet követnek az események. Sokszor van egy üldöző az álomban. Ha valóban a tudatalatti konstruálja Én nem tudom, hogy nekem milyen rémálmaim szoktak lenni. Egy visszatérő rémálmom van, de szerintem arról már meséltem nektek. Az egy visszatérő rémálmom, amire emlékszek, hogy van, az, hogy van még egy tárgyam az egyetemen, amit nem csináltam meg a diplomához. És vissza kell menjek tanulni. De nem tudom, hogy miért, de ez van néha. Erre az egyre emlékszem. De ezen kívül nem tudom. Álmainkat. Mit akar üzenni az ilyen rémálmokkal? Mondjuk már rég volt, vagy legalábbis nem emlékszem rá, hogy mióta mondjuk a gyerek megvan, az utóbbi 3-4 évben lett volna ilyen, de ilyen nem volt, azt tudom. A rémálom egy olyan helyzetet személyesít meg, melyel még nem konfrontálottál. Akár egy traumát, amit még nem dolgoztál fel. Nem dolgoztam föl valamit? Amúgy tudom, hogy mit nem dolgoztam föl, de ezt is meséltem. Ja, de ezt nem kéne elmondanom. Egyszer rossz jegyet, de már mondtam, hogy egyszer rossz jegyet írtak be nekem a Neptunba. Ez az! Egyszer rossz jegyet írtak be a Neptunba. Az fix, hogy valamit elrontott a tanár. És amúgy lehet, hogy annak a tárgyamnak meg se kellett volna lennie. Amúgy ez az. Ezért álmodom ezt. Innen is köszönöm annak a tanárnak. Ezért van. A fix, ezért van. Ha már gyakorlod a tudatos álmodás módszereit, fel tudod ismerni rémálmodat, és megváltoztathatod a kimenetelét. Gondold végig, a rémálomban is... Mi az, hogy amiben nincs már Neptun? Már más van? Rég volt, le vagyok maradva, hogy mi van. Ismétlődő esemény sorozatot, majd találj ki egy új folytatást a történetnek.
Ahelyett, hogy elmenekülnél, szól és megüldöződet. Nem kell félj tőle. Ezekben a... Kösz! De most ez olyan, hogy üldöz valami a rémálmomba, amitől rettegek és ne féljek tőle. Hát kösz. Ja, már a kréta van. De a kréta az nem a gimmickbe van? A kréta az nem a kicsi isibe van? A Neptun meg a nagy isibe van. Aj, hát kis nebulánsok. Hát nem tudjátok, életeim. Az álmokban a tudatalatti szeretne üzenni neked valamit. Ha szembenézel üldöződdel, már nem is egy áldás szörnyet fogsz látni, hanem egy társat, aki segíteni szeretne. Aha. Szóval, hogyha álmomban üldöz, mondjuk egy sorozatgyilkos, aki fel akarja vágni a gyomromat, és egy hatalmas macsétával kiszélesíteni az ánusz, mármint a számat, akkor át kell varázsoljam az álmomban, és utána szeretkezni akar majd velem. Jó amúgy! Az álom fontos részei az álomszereplők. Vagy a Freddy üldöz, vagy a Mangel. Ideje megismerkedj velük. Üldöz a Foxy a rémálmomba, és átsminkelem Mangelra. Ez lesz. Köszönöm szépen, Chad. Háromféle álomszereplő létezik. Na nézzük a szereplőket. Ideje. Most jönnek a karakterek. Megismerkedj velük. Háromféle álomszereplő létezik. Az első az NPC. Ezek a szereplők olyanok, mint a statiszták egy filmben. Kevésbé kidolgozottak, és nem igazán jó beszélgető partnerek. Ha megszólítod őket, nem reagálnak, vagy összefüggéstelenül beszélnek. Chat! A következő a barát. Vele már el lehet beszélgetni, és sokszor hasznos tanáccsal lát el. Az, hogy társad lehet egy kalandban, akár segíthet legyőzni egy sárkányt. De várjál, bár RPG-t is álmodhatok? És végül a mester. A mester természetfeletti képességekkel és tudással rendelkezik. Ő tisztában van azzal, hogy egy álomban van, és a szabályok nem vonatkoznak rá. A mester alakváltó is lehet, bármilyen formát felvehet. A mesterben valójában a tudatalatti öltestet. Ezért van nála az összes kulcs. Kérdezd meg a mestertől a kérdést. De meg lehet dugni a kérdéseid, vagy kérd meg, hogy vezessen el valahova. Rugaszkodj el a földtől, és próbálj megrepülni. Álomban repülni az egyik legérdekesebb élmény. Na ez az, amit sokan... Most a fasságot félretéve, bocsánat. Ez az, amit a legtöbben mondanak, vagy így olvastam, így a tudatos álmodásról, hogy lehet repülni, és hogy az milyen jó. Én csak zuhanni szoktam, maximum álmomban néha. De valójában oda fogunk kiukadni, igen, amit írtok, hogy valójában az álom a legjobb videójáték. Csak így lehet, hogy rip. És tudod, miért érdekes? Mert a való életben nem tudsz. Hát szerinted miért kérdeztem meg, hogy a mestert meg lehet... Na! Haladjunk. Mehet. Mi? Hol? Ott. Oh.
Marcinak azért elég sok ilyen hatalmas bálnás álma van, ezt már az első videóból is láttuk. A repülés elég hatékony módszer a közlekedésre. De ha nagyon sietsz, megpróbálkozhatsz a teleportációval is. Hát ezt akartam mondani, hogy minek az álomban menni bárhova? Hát ahova, ahol lenni akarok, csak oda képzelem, hogy ott vagyok, nem? A teleportációhoz segít, ha van egy kapu. Nézz körbe, hát a pont találsz egyet. Ha látsz egy ajtót, mondd ki hangosan. Amikor kinyitom ezt az ajtót, oda jutok, ahol szeretnék lenni. Hát csak az a baj, hogy elég szar az agyamnak az SSD-je, tehát én még ilyen előző generációs vagyok, és lassan tölti be a textúrát. Van olyan, hogy oké, én tudok tudatosan álmodni, tegyük föl, hogy megtanulom, csak kurva hülye vagyok, ezért töltőképernyő lesz az álmaimban. Túl hülye vagyok a rendes álmodáshoz, és még ott is végig kell várjam a loading screen-t. Még a fizikai világhoz vannak szokó elvárásaid. De fontos szem előtt tartanod, hogy az álomban minden az elmédben játszódik. Itt nincsenek valódi korlátok, csak amiket te elképzelsz. Valójában az igen, amit írtok, az vagy lehet, hogy aki nem álmodik, vagy azt mondja, hogy nem álmodik, mert nem emlékszik, az csak a loading screener ragad. Tehát annak nem tölt be. Ez, hogy mi csak hülyék vagyunk. Tehát szeretnénk mi álmodni, de be se tölt. Mire fölébredünk, be se tölt a játék. Elismered, hogy minden limitáció egy illúzió. Bármire képessé válhatsz. Írhatsz zenét, készíthetsz festményt. Városokat építhetsz a semmiből. Hegyeket mozdíthatsz puszta akaratoddal. Megeleveníthetel a történelmet. Vagy teljesen új világokat teremthetsz. Az anyám. De soha ne feledd. Vendégségben vagy az álmok földjén. Tartsd tiszteletben az itt lakókat, hiszen ők is az elméd részei. Sőt, lehet egyszer találkozol valakivel, aki olyan ébernek tűnik, mint te. Mintha csillogna a tudatosság szemében. Lehet, hogy nem is egy átlagos álom szereplő. Lehet, hogy ő is egy álmodó. És épp egy közös álomban vagytok? What? Hát most nem hagyhatod itt abba, Marci! Nézd meg, ott hagyta nekünk a cliffhangert a végére! Ott hagyta nekünk a cliffhangert a végére! Nem ér! Plot twisttel. Hát ez megint nagyon, ez megint zseniális lett ez az epizód. GG. Ja, hogy még a zenét is te csináltad? Elég polihisztor. Na jó, hát még egy tapsot azért lepörgetünk. Kevés ilyen, hogy mondjam, high effort videó van a magyar YouTube-on, vagy nem is tudom, hogy lehet ezt kifejezni normálisan. Annyira durva, hogy valaki el tud mélyedni ennyire egy témában. És nyilván egyébként nagyon sok ilyen tematikus csatornát nézünk a reacteken, vagy a react videókban.
De hogy kevés az, amiben ennyi munka van egyébként egy videóban, szóval le a kalappal, látszik, hogy ő nagyon, nagyon függi ezt a témát. Srácok, megtudtuk, hogyha álmainkban végigvisszük a kampányt, akkor kezdődik a multiplayer. És a harmadik rész meg erről fog szólni, amit meg elképzelni nem tudok, mert erről a részéről még nem is hallottam. Összességében ez az egész álomkérdés nekem annyira távoli és megfoghatatlan, és még mindig para, tehát hogy nem tudom, hogy elkezded irányítani az álmaidat, ott maradsz, tönkreteszed az agyad, és nem ébredsz föl. Nem, nekem annyi parám van ezzel kapcsolatban, de nagyon kíváncsi leszek, mert YouTube kommentben ilyenkor általában van idő, és szoktatok így hosszan írni, hogy kinek mi a tapasztalata ezzel a tudatos álmodással, vagy kinek milyen viszonya van az álmokkal. Nem mondom, hogy nem izgalmas, hogy mondjuk lehet City Skylines-ozni álmodban, de hogy azért ne felejtsük el a valóságot. Mármint, hogy csak azért tudatosan álmodni, hogy így létre tudj hozni egy fantáziát, de hát ott az élet. Én tudom, hogy az élet szomorú meg szar, de azért biztos jobb a grafikája. Tehát, hogy ezt így arra tudnám én elképzelni egyébként így hasznosan a hétköznapi életben, így a tudatos álmodást, hogy tényleg, hogyha rendszeresen mondjuk valami visszatérő kínod van álmaidban, vagy valami traumával szembe tudsz nézni, amivel mondjuk a valóságban nem, arra így azt mondom, hogy ez egy tök hasznos ilyen terápiás jellegű dolog lehet, de hogy mindegy, én nagyon tudatlan vagyok ezzel kapcsolatban, de hogy én a hipnózist sem értem. És én szívesen beszélek dolgokról, amikhez buta vagyok, mert tudom, hogy buta vagyok bennük, és így fogalmam sincs róla, hogy így a hipnózis, az tényleg van. De tegyek még föl ilyen hülye kérdést, de hogy lehet valakit, de az hogy néz ki? Hogy, mert én már hallottam ilyenről, hogy tényleg van, hogy hipnotizálnak, és vagy hogy ilyen transzba kerülsz, és akkor föl, mármint nem úgy értem a hipnózist, hogy azt mondja neked a bűvész, hogy most legyél kutya, és elkezdesz ugatni, hanem hogy ilyen terápiás jelleggel lehet hipnotizálni, hogy elnyomott sérelmeket ki tudsz adni magadból, meg ilyen dolgokat, és hogy így... Szóval, Jézusom, ezek mind olyan dolgok, hogy én megvagyok a saját agyamnak az 1%-ával és a korlátozott képességeivel, mert félek a többitől. De hogy ez semmit nem von le, és nem akarom elhúzni, mert ez a videó már így is egy hosszabb, mint jobb intróval indult, úgyhogy még egyszer nagyon köszönjük Marcinak, várjuk abszolút, azt mondhatom, hogy nem csak én, hanem mindenki, aki így a React által látja és látta a munkásságod, várjuk a harmadik epizódot. Köszi a személyes megkeresést egyébként TikTokon, hajrá!